A képviselőtestület májusi rendkívüli ülésén határozott úgy, hogy idén is biztosítja a lehetőséget és megjelenteti a panel, illetve hagyományos szerkezetű lakások felújítását segítő, az energia megtakarítás célzó pályázatát. Mindegy 10 éve juthatnak az ingatlan tulajdonosok így módon hőszigetelési, fűtéskorszerűsítési támogatáshoz a városban. Ennek köszönhetően a lakótelepi lakások több mint 70, a hagyományos építésűek közel 15%-át korszerűsítették eddig. A mostani keretösszeg 50-50 millió forint. Pályázni falszigetelésre, tetőszigetelésre, nyílászáró cserére és fűtéskorszerűsítésre lehet. Az elnyerhető maximális összeg lakásonként panelnél egyféle munkára 300 ezer, többféle munkavégzésre 600 ezer forint lesz, még hagyományos építésű házaknál 400 ezer forint. A teljes bekerülési összeg legfeljebb 50%-a pályázható. A felhívás a napokban jelenik meg a város honlapján, ahonnan a pályázati adatlap is letölthető. Egyrészt a formanyomtatványokat kell kitölteni, ezen kívül még csatolni kell a tulajdoni jogosultság igazolását, tehát tulajdoni lapot is kérünk a pályázati anyaghoz csatolni, ezen kívül fényképeket, amik igazolják azt az állapotot, amit a pályázó a pályázat keretén belül szeretne felújítani, korszerűsíteni, ezen kívül kérünk még árajánlatot, költségvetést, amit ugye a vállalkozó állít ki, és ami alapján fogjuk tudni megállapítani a támogatás összegét. A pályázatokat július 2-ától lehet leadni személyesen a Városházán. 2012-ben 200 pályázat érkezett az önkormányzathoz az energiatakarékos felújításra kiírt önkormányzati pályázatra, közel 200 millió forint támogatással segítette a város az otthonai korszerűsítéséről döntő paksiakat.